A Szeged környéki tanyavilágnak évtizedeken át volt saját mumusa. Csak épp ez a legenda nem a rossz gyerekeket rabolta el, hanem a családjukat bántalmazó férjeknek kellett félnie az eljövetelétől. A megélhetési kényszerből született transzvesztita sorozatgyilkos viszont nem csak népmese volt. Történetünk a 20. század elején játszódik a világháború által szétdult és szétszakadt országban. Nyomorúságos idők voltak ezek hazánkban, főleg egy olyan elmaradt régióban, mint az alföldi tanyavilág. A délalföldi kis falvak elzárt közösségeiben, a homokos talajú földeken, a régi szokásokhoz ragaszkodó, elfojtott indulatokkal teli emberek éltek. A világháború után a termények ára ingadozott, magas volt a munkanélküliség és az infláció. A helybéliek az egymástól is elszigetelt tanyákon hagyományos mezőgazdasági munkákból éltek, szigorú vallási szokások és társadalmi normák között. Több generáció élt együtt az erős férfi központú társadalomban, ahol az elfojtott indulatok, az élet és a gazdálkodás nehézsége nagyon sok konfliktus szült, és ezzel néha erőszakot is. Erre remek példa mai történetünk. Ebbe a hazánkba is egyedülálló közegbe született Fődi Viktória, aki Pipás Pista néven maradt fent az utókor számára. Szabó László egy 1968-as könyve a tanyavilág hóhérának nevezte el, és nagyban felfújta legendáját. Kiegészítette olyan valóságtól elrugaszkodott elemekkel, mint hogy szegény sorsú cselédlány volt, aki az őt ért bántalmazás hatására inkább férfiként kezdett öltözni és élni, majd mint valami áruhás igazságtevő segített megszabadulni a szegény sorsú nőknek erőszakos férjeiktől. Innen származik a történet azon része is, hogy még a nyomozó rendőrség sem tudta, valójában egy nőt keresnek, az csak a börtönben, az orvosi vizsgálatkor derült ki. És bár a könyv ezen részei nem igazak, Fődi Viktória valódi története is legalább ennyire elképesztő. Az Átokházáról származó, tompán élő nő furcsa életvitele, azaz, hogy férfi ruhákban járt és gyakorlatilag férfiként élt, egyáltalán nem volt ismeretlen a környékbeliek számára. Nyíltan elfogadták, hogy a káromkodás és a pipázás ellenére a férfi ruhák egy nőt rejtenek, és mindenki Pipás Pistának vagy egyes helyeken Pipás Viktornak nevezték. Ez a fajta elfogadás már önmagában is meglepő ebben a korban egy ilyen helyen, és szinte biztos, hogy fizikai teherbírásával vívta ki a helybéliek egyfajta néma tiszteletét. Pipás Pista ugyanis hagyományos férfi munkákat végzett, legalább olyan jól, mint bármelyik férfi a környéken. Mezőgazdasági napszámos munkákból, például kaszálásból tartotta el magát, de fuvarokat is vállalt, és egy barátjával még árut is csempészett a mellékes jövedelemért. Életének részleteiről és a transzvesztitává válás miértjéről viszont nagyon kevés információ maradt fenn. Születési évét a büntetőeljárás 1886-ra datálta, de csak beírtak valamit, mert nem volt róla hivatalos papír. Nem nyert igazolást, hogy apja bántalmazta volna, vagy hogy megerőszakolták volna, annyit tudunk, hogy egy Rigel Pál nevű gazda második felesége lett. Az sem igaz, hogy erőszakos férje halála után kezdett volna férfinak öltözni, ugyanis egy közös lánygyerekük ellenére Fődi Viktória az 1910-es években otthagyta férjét, hogy egyedül éljen. Így került a 20-as évekre Tompára, és valahol a 10-es évek közepetáján kezdett életvitelszerűen is férfiként élni. Bizonyos feljegyzések szerint már házasságuk alatt is férfiasan viselkedett, és voltak fura szokásai, de ekkorra vált Pipás Pistává, aminek az oka meglehetősen egyszerű is lehet. Egyedülálló nőként nagyon nehéz megélni. Sokkal könnyebb volt férfi identitással munkát vállalnia, hogy eltartsa magát. Legalábbis, amikor ez volt a könnyebb út, és volt napszámos munka. Mint látod, nem riadt vissza a törvénytelen jövedelemszerzéstől, lásd a csempészés, és arra is találtak bizonyítékot, hogy néha prostitúcióval egészítette ki jövedelmét. Tehát inkább úgy váltogatta a nemi szerepeket, ami épp kényelmesebb volt a megélhetéshez. A laza erkölcsök és a törvények megszegése viszont egy olyan ember képét festik le nekünk, aki a saját normái szerint a saját kényelméért élt, és ebbe egy ponton már belefért a gyilkosság is. A későbbi nyomozás feltárta, hogy a férfiasan erős kocsmába járó pipázó asszony akár rendszeresen is segíthetett valamilyen ellenszolgáltatásért cserébe eltenni egy-egy férjet lábalól. Tehát nem is csak simán egy transzvesztita sorozatgyilkosról, hanem sokkal inkább egy 100 évvel ezelőtti hidegvérű bérgyilkosról beszélhetünk. Módszere minden esetben az öngyilkosságnak álcázott akasztás volt, így volt ez a két gyilkosság esetében is, amit aztán sikerült rábizonyítani, és amik miatt végül elfogták. Érdekes egybeesés, ami elég sötét korrajz a területről, hogy Pipás Pista aktív bérgyilkos évei szinte egybeestek a tiszazugi méregkeverők ügyével. Ekkoriban még nagyon is élt hazánkban a kényszerházasság intézménye, míg a válásé annál kevésbé. A tiszántúli falvakban élő nők egy csoportja így aztán arra jutott, segítenek egymásnak, és kvázi megrendelésre megmérgezik a nem kívánatos férjeket. A méregkeverő asszonycsoport áldozatainak számát 50 és 300 közé teszik, az ügy pedig hatalmas port kavart országszerte.
A helyi rendőrség így nem szívesen foglalkozott egy újabb, férjeiket meggyűlölő és azokat láb alól eltevő gyilkosság sorozattal, nem sok erőfeszítést tettek bele a nyomozásba, még ha gyanús is volt egy-két helyen az öngyilkosságnak álcázott akasztás. Így aztán Pipás Pista nagyon sokáig szabadon tevékenykedhetett, és máig nem tisztázott áldozatainak pontos száma, de végül egy családi perpatvar miatt muszáj volt a rendőrségnek lépni az ügyben. 1932. június 7-én lakossági bejelentésre a szegedi csendőrség kivonult egy közeli tanyához, ahol Vér József és élettársa veszekedtek. A csetepaté oka egy szakítás volt, a nő nem akarta folytatni a viszonyt, míg a férfi ezt máshogy gondolta. A hatóságok lecsillapították a feleket és hazakísérték a nőt, aki az úton elmesélte neki, Vér József szerint az 1922-ben öngyilkosságot elkövető ismerősét, Dobák Antalt, valójában Pipás Pista akasztotta fel. A csendőrök gyanút fogtak, ugyanis Józsefet a korábbi felesége azzal fenyegette meg, hogy könnyen Dobák Antal sorsára juthat, ha nem vigyáz jobban. Megindult át a nyomozás, ahol a tanúk és az érintettek kihallgatása után kiderült, hogy nem csak az 1922-es ügy, hanem már egy hasonló 1919-es öngyilkosság is Pipás Pistához köthető. Rekordidő alatt, alig másfél hónappal a véletlenül elkapott történetfoszlány után a tettest és minden bűntársát felderítették, elfogták és vallomásra bírták, Pipás Pista pedig nem menekülhetett, hiába próbálta kimagyarázni magát. De nézzük meg, mi is történt pontosan, legalább ebben a két bizonyított gyilkosságban. Börcsök István 1916-ban ismerkedett meg az ekkor már teljesen férfi identitást vállalt Pipás Pistával. Rendszeresen jártak együtt kocsmázni, és 1919 elején Börcsök felajánlotta Pistának, hogy költözzön a tanyájára állandó munkásként. Az itt töltött időszak alatt jött rá, hogy a munkaadó ivó cimborája egy agresszív alkoholista, aki nem ritkán puskával fenyegette feleségét. Az asszony ebből a helyzetből kereste a kiutat, és így jutott el oda, hogy férjének meg kell halnia, Pipás Pista segítségével. Pista vallomása szerint Börcsöknél találta ki a gyilkosságot, és ő volt az akasztás ötletgazdája is, de ő sem maradt passzív szereplő, bűntársát, Vecsernyés Jánost már ő maga szervezte be. 19 májusában pénzt ajánlott neki a segítségért, a munkanélküli Vecsernyés pedig belement a bűrészességbe. Hogy érezzük, az áldozat mennyire nem volt kedvelt családja körében, a harmadik tettestársa fia Börcsök Imre volt. Hárman együtt betörtek a ház udvarára, de felriasztották az állatokat, Börcsök István kijött a házból és dulakodni kezdett a társasággal, míg nem végül Pipás Pista a kötéllel megfojtotta. Először felakasztották a ház egy gerendájára, de a feleség kérésére átvitték a kamrába, és elrendezték a helyszínt, hogy öngyilkosságnak tűnjön minden. Pipás Pista megkapta az ígért pénzét, és beköltözött a Börcsök házba. Egy évet töltött ott, míg nem az özvegy kirakta a szűrét. Elvileg nem dolgozott rendesen, és még az állatokat is elkezdte feketén eladni. 1922. márciusában következett a már említett Dobák Antal gyilkosság. A világháborúból hazatérve visszavette gazdasága irányítását, csak épp felesége nem örült ennek. Mulatságokat rendezett, ahol elszórta a férje által megkeresett pénzt, és így nőtt a feszültség egyre jobban a felek között. Teltek az évek, míg nem Dobákné úgy döntött, megszabadul férjétől, és három férfinak, köztük Pipás Pistának, fejenként egy mázsa búzát, egy sonkát és 28 liter bort ajánlott fel a gyilkosságért. A trió két tagja egy este besúran Dobák egy konyhájába, itt várták a férjet, akit letepertek, kötelet tettek a nyakára, átvitték a másik szobába, ahol Pipás Pista várta őket, és fellógatták a mestergerendára. Miután a férfi megfulladt, átvitték a kamrába, ahol szintén elrendezték a helyszínt az öngyilkosság gyanújához. Itt egy külön hátborzongató elem, ami jól mutatja az akkori időkben az ember élet mennyire nem ért sokat, hogy Dobákné és a kiskorú gyerekek az egész eseménysort végignézték, mintha csak moziban lennének. A 10 évvel későbbi beismerő vallomásokkal a bíróság megkezdhette a pert, ugyan nem sok bizonyítékuk volt, például az exhumált Dobák Antal holttestéről már nem lehetett megmondani, mikor folytották meg, az viszont kiderült, hogy nem akasztás végzett vele, hanem fulladás. Börcsök halálát pedig nem is jelentették, a temetésre még hivatalos papírok sem léteztek, így nem lehetett a holttestet megkeresni vagy megvizsgálni. A problémák ellenére azért hamar lezárták az ügyet, a sok vallomásnak hála. 1933. január 13-án, véletlenül épp egy péntek 13-án, Pipás Pistát halálra ítélték, Dobák Antalné életfogytiglant, egy férfi bűntárs 6, a többi 15 évet kapott, Börcsök Imre, az áldozat fia pedig 2 évet. Pipás Pistát másodfokon is halálbüntetésre ítélték, viszont nem ekkor hunyt el. Azóta sem tudni pontosan miért, de kérvénye után, a kegyelmi tanács ajánlására, 1933 karácsonyán Horthy Miklós életfogytig tartó szabadságvesztésre változtatta az ítéletet. Fődi Viktória így 1940. október 10-én hunyt el a Királyi Országos Gyűjtőfogházban. Férje Rigel Pál 1944-ben kérvényezte, hogy bontsák fel a házasságát, és csak ekkor tudta meg, hogy felesége már nincs életben.
Pipás Pista kétség kívül egy kegyetlen ember volt, hiába mondják a források, hogy sokáig bántotta Dobák Antal halála. A személyre rakódott legendák és balladai motivumok talán átalakították alakját egy különös igazságosztóvá, aki a gonosz férjeket büntette, de ha az események mélyére nézünk, az marad, hogy gátlás nélkül ölt meg embereket jövedelemszerzés céljából. Erre pedig a szokatlan nemi identitása, vagy az elmaradott, korlátolt környezetben halmozódó társadalmi feszültség sem lehet mentség. Persze, ha te máshogy gondolod, írd meg nekünk. Ha pedig érdekesnek találtad ezt a különös és nem túl vidám történetet, mutatunk egy még hátborzongatóbbat. Kattints tovább a Fekete Dália gyilkosság rejtélyére, ami brutalitása és hírhedtsége ellenére a mai napig megoldatlan maradt. Örülünk, hogy itt voltál, és köszönjük a támogatást minden csatornatagnak.